Sziasztok, ez itt a hétközi forduló, az NBA.hu labdarúgást kibeszélő műsora. Mostantól új helyszínen várunk majd benneteket, ám a megszokott izgalmas és érdekes témákkal készülünk hétről hétre. Ha eddig még nem tettétek, akkor kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a Twitteren is. És ahogyan azt megszokhattátok, ma is négy vendéget köszönthetek itt a stúdióban. Itt van velünk Simon Balázs, a ProStars Sports Agency játékos ügynöke, Simon Attila, korábbi NB1-es labdarúgó, Gulyás László, sportriporter, és Suri Imre, a Jazzy Rádió ügyvezetője. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És kezdjünk egy Zete közleménnyel, ugyanis Erdős József és Kulcsár Katalin videóbíró sem látta szabálytalannak Mim Gergely buktatását, ezt írták a Zeténél, és ez a Zete Fradi bajnokin történt. Mit gondoltok erről az esetről? Érte egyáltalán 11-est? Ne nézzetek rá, mint a legöregebb. Amikor néztem élőben, azt mondtam, hogy 11-es. Aztán, amikor utálom ezt a szót, a visszajátszás, amikor jött az ismétlés, mert ez a magyar része, akkor meg azt mondtam, hogy a labda már nem volt ott, amikor ütközés történt. Akkor meg azt mondtam, hogy igazuk volt a bíróknak. Aztán erről a videóbíróról még megvan a véleményem, de ez egy teljesen más történet. Megértem az alágerszeget, de nem értem az alágerszeget, mert néhány perccel később a másik oldalon is volt egy hasonló, ott föltette mindenki a kezét, és senki nem appellál ellene. Tehát azért tegyük bele ezeket a dolgokat mindig, hogy egyensúlyban legyen. Nagyon jó a videóbíró, de én nem tudok vele megbarátkozni, ez egy másik. Miért? Nem hagyja meg azt, hogy 3 héten keresztül vitatkozzak egy haverommal, hogy igen vagy nem. Egyszerűen azt mondják, hogy igen és kész, nincs mese. Vagy, mint itt. Ugye itt is vitatkozunk, de amikor másodszor megnézed, akkor rájössz, hogy hát ha a bírónak nincs is mindig igaza, az egyszer-egyszer lehet. Igen, én is azt gondolom. Nem volt, én szerintem nem volt a birtokában a labda, és szerintem ez lehetett a döntő tényező, hogy úgy döntöttek, hogy nem is nézik, vagy nem nézetik vissza. Ugye egy dolgot még hagyd mondjak. A játékvezető, pontosabban a bíró, mert nem játékvezető, nem vezeti a játékot, hanem bíráskodik és ítél, ő nem nyilatkozhat utána. Azért egyszer-egyszer kíváncsi lennék arra, hogy mit mondanak. Hogy ő kijött volna megnézni? Igen. Nem. Hogy ő miért intett továbbot, és aztán, amikor az ismétlés megnézte, miért erősítette meg még jobban ez a dolog? Én szerintem pont a videóbíró miatt, mert hogyha olyan szituáció, akkor úgyis meg fogják nézni, és esetleg utólag meg tudja adni. Igen, mint hogy elsőre megadom, és akkor utána kell a saját ítéletemet felülbírálnom, mint hogy azt mondják, hogy ugye akkor a rendszerre bízom magamat, és akkor majd döntsenek ők, hogy alkalmas vagyok arra, hogy egyáltalán visszanézzem. Én szerintem mondom, nem volt a birtokában a labda, valóban ugye volt egy rúgó mozdulat, amivel eltalálta a lábát, de nem birtokolta a játékos a labdát. A videóbíróval kapcsolatban meg nekem is az a álláspontom, hogy az egésznek én szerintem az eszenciáját veszi el. Én, mint volt játékos, illetve még picit még aktív, de ugye egy csatárnak eleve a gólöröm. Tehát rugok egy gólt, és nem tudok feltétel nélkül kimenni, és a szurkolótába ünnepelni, mert akkor még visszanézik, még akkor most lehet, hogy Igen. Mert ott a mi időnkben el tudtuk sunnyogni, ha nem les, akkor azt már eladtuk. De most meg tényleg az, hogy az egésznek az eszenciája veszik el, és tényleg oké, benne van a hibázás, de azért ez működött hosszú évtizedekig, évszázadokig, és most olyan picit olyan gépies lett ez az egész. Szurkolói oldalról is, hogyha jól belegondolunk, hogy lő a csapat egy gólt, és utána még van egy 3-4 perc vakarózás, hogy vajon megadják-e, vagy sem. Néha 60 ezer néző előtt. Igen. Muszáj elmenni inni a szurkolóknak addig, hogy igen, valahogy kibírják. Balázs? Ja, egyetértek, de itt, hogyha az Zete meccsre visszakanyarodunk egy kicsit, emlékszel, volt az a szituáció, amikor viszont a Lisztesnél volt egy falt ott a középen, ahol a Mancer rúgta a második gólt. Ott viszont pont fordító, hogy a bíró kiment megnézni a VAR-t, és utána mégis megadta a gólt. Szóval szerintem ezen a meccsen ilyen kicsit érdekes és szkeptikus bírói ítéletek történtek, de én úgy gondolom, hogy ott viszont falt volt. Ezért abban a szituációban, meg abban a helyzetben viszont örülnék én az Zalaegerszegnek, hogy azt a gólt viszont megadták. Jó, végül kikaptak, a 93-ban Varga Barni ugye szépen ráfejelte, utána meg be is fejezték a támadást,
de ott viszont még benne volt az, hogy 2-2 lesz ugye a második Manciból. Én szerintem annyi van még, hogy ott abban is kell mérlegelniük, hogy mennyi szituációt nézetnek, viszont nem tudom, hogy ez szabályozva van-e, vagy akár minden kétes szituációt vissza lehet. Minden kétes szituációt vissza lehet. Na jó, de hát azért csak mindent akkor lehet vizsgálni, egyébként nincs erre. Akkor bele fogunk ugrani egyszer egy olyan meccsbe, ami 5 óráig fog tartani, mert 3 percenként fognak leesni. 10-12 perces hosszabbítások. Világbajnokság. Hát az még azt mondom még, na de hogyha tényleg lesz egy biztos majd a történelme egy olyan meccs, ahol 3 percenként lesz egy olyan szituáció, ami kiállítás 11-es eredmény. Hát jó, hát főleg egy ilyen River Plate Boca Juniors. Lehet, hogy ilyen plusz 30-40 perc, hogy bele fognak csúszni. És akkor a verekedést még nem is számoltuk. Igen, az még plusz hozzáadja. Hát ha lesz ilyen, akkor nálunk biztos, hogy téma lesz. És az is téma nálunk, hogy Hernádi Zsolt egy rövid interjúban nyilatkozott sport témában a Mandinernek. A MOL elnök vezérigazgatója az Újpestről is szót ejtett, hogy miért is vette meg a Lilafehér klubot az olajtársaság leányvállalata. Magyarországon kell még egy olyan csapat, mint a Fradi. Az Újpest megérdemli, hogy legyen egy olyan tulajdonosa, amelyik hajlandó hitet és pénzt fektetni bele. Ezt mondta az üzletember. Az Újpest hétvégén 4-1-re kikapott Kisvárdán az OTP Bankliga 28. fordulójában. Imre, te először hozzád fordulok. Kell még egy olyan csapat, mint a Fradi? Értem a jó szándékot mögötte. Nem egy olyan csapat kell, mint a Fradi. Vagy bizonyos szempontból, ha a sikerességet nézzük, vagy azt a fajta szerkezeti felépítés, azt a fajta pénzparipát, fegyvert, játékos állományt, edzői garnitúrát és mindent, amit mögé tettek, akkor azt mondom én is, hogy kell még egy olyan csapat. Az, hogy a Ferencvárosban hogy kezelik ezeket a dolgokat, avval nem biztos, hogy szeretnék azonosulni, és remélem, hogy Újpesten se ezzel szeretnék azonosulni. Hát többször volt olyan fajta arrogancia, ami szerintem, értem, hogy sport és egy kicsit zrikáljuk egymást, de ez néha már túlmutatott a vezetésben is. Az Újpest irányába? Akár az Újpest, akár más csapatok irányába is. Hát az, amikor leüzengetnek a Bognár Gyurinak, és azt mondjuk, hogy neki már nem volna helye az NB1-ben, az szakmailag erősen megkérdőjelezhető. Értető, mert most már csak másodikok, úgyhogy. Így van. Ez a játékos állománya. Ugye? Igen. Hát ugye ez többször felmerült már akár itt a hétközi fordulóban is, hogy melyik csapat érhet majd fel a Fradihoz, és mit gondoltok arról, hogy Hernádi Zsolt ilyen nagy terveket szövöget, és hogy ilyen nagy ívű tervek vannak az Újpestnél? Ez egy nagyon szép dolog, de én azt gondolom a legfontosabb ebbe az egészbe a fokozatosság elve. Tehát most, hogy itt lesz egy nyártól egy all-in, és akkor most itt mindent, amit a Ferencvárosnak biztosítottak, egy hasonlót szeretnének fölépíteni, az szerintem tök jó, de ez években mérhető. Tehát itt nem szabad abba a hibába esni, hogy majd a szurkolók is akkor első évben nyerjük meg a bajnokságot, meg utána a B-et, meg a többit. Meg kell tartani. Igen, most először kell egy jó csapatot építeni. Nyilván majd lehet egy új stadion is, ami szintén hozzá fog járulni esetleg a sikerekhez. Szóval a fokozatosság elvét azt mindenképp szem előtt kell tartani. De nagyon szükség van, igen, egy olyan Újpestre, ami felér majd a Fradi szintjére. Mert most akármennyire is nézzük, egyeduralkodó a Fradi, évek óta nyeri a bajnokságot, kiemelkedik mint anyagilag, mint játékos állományban, minden szempontból a mezőnyből, és ezt érvényesítik is. De egysikúvá vált a bajnokság ezáltal, de hogyha jönne egy olyan Újpest, egy olyan tradicionális Újpest, aki igenis hasonló erőkkel rendelkezne, az biztos vagyok benne, hogy nagyon jót tenne a magyar futballnak. Ha megnézzük a nyugat-európai bajnokságokat, általában szoktunk arra fele nézni, akkor azt látjuk mondjuk, hogy most az idén hál' Istennek nyert a Leverkusen, és nem a Bayern nyerte, de hogy ott nagyon egyeduralkodó egy csapat, és látjuk, hogy hol lehet vele eljutni, tehát nagyjából unalmas volt a bajnokság, az összes német már vonogatta a vállát. Arról nem beszélve, hogy az a fajta rablógazdálkodás, hogyha megnyeri mondjuk egy Dortmund a bajnokságot, akkor gyorsan elhozzuk az edzőt, a legjobb játékosokat, mint ahogy most is megkeressék ugye a Xabi Alonsót. Tehát, hogy ez kicsit sem szimpatikus. Tehát ez nem a sportról szól, ez a pénzről szól. És én azt gondolom, hogy bármilyen is a pénzről is szól a labdarúgás, vagy egyre inkább arról szól, az emberek a sport miatt szeretik a futballt, és azért, mert hogy a kicsiknek is van esély esetleg nyerni a nagyok ellen. És a pénz ezzel szembe megy. A másik, ami ide tartozik, hogy visszanéztem, ha jól emlékszem, utoljára Valencia volt az utolsó olyan spanyol csapat, amik a nagy hármason kívül bajnokságot tudott nyerni Spanyolországban. És akkor most visszatérünk oda, hogy miért kell a Fradinak egy ellenfél. Azért, mert
azok a bajnokságok fognak jól működni, legalább kettő, de inkább három rivális, amit mondjuk Hollandiában egy Feyenoord, egy Ajax és egy Eindhoven. Tehát, hogy mi muszáj lesz a Fradinak csinálni egy konkurenciát, és akkor jönnek az, hogy ki lehet a konkurencia a Ferencvárosnak, ki mögött van nagy szurkolótábor, ki mögött van tradíció, és még lehet sorolni több olyan okot, amit hogyha felsorolunk, akkor azt mondjuk, hogy igen, erre nem sok klub alkalmas, alapvetően vidéki bázisra csak a fővárosi kluboknak van, hisz egy szombathelyi mérszurkolja mondjuk egy Debrecennek, pedig ugye a Debrecen is 10 évvel ezelőtt ott volt a csúcson, vagy egy Fehérvárnak. Nem. Viszont ezek a nagy hagyományos tradícióval bíró klubok, mint az Újpest vagy a Ferencváros, nagy vidéki bázissal bírnak. Tehát ezért lehet az Újpest szerintem elsősorban a Ferencvárosnak majd az ellenfele, remélhetőleg a közeljövőben rövid közép és hosszú távon is. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyi időt vehet ez igénybe, amíg az Újpestnél felépítik az új rendszert. Én nagyon szeretnék kimenni a Puskás-Ferenc stadionba a 19-es közés lelátóra, és megnézni az Újpest-Ferencváros és a Honvéd-Vasas mérkőzés kettős rangadó. Miközben 2 órával később Debrecen-Diósgyőr találkozót rendeznek, és akkor a Szeged-Pécsről nem is beszélve, és egy árva szót nem ejtek még egy haladás Rába-Eto mérkőzésről. Tehát én ezt nagyon-nagyon szeretném megérni, és az, hogy az Újpestből szeretnének nagy csapatot csinálni, rettentő módon örülök neki, pontosan azért, hogy legyen egyfajta nivellálódás a 4. és a 9. kerület között, ott legyen a Vasas Libikókaként, ugye a Libikóka támaszánként, és egy kicsit távolabb menjek, ott van egy nagy Honvéd. Ha ez létrejön, a futball is idehaza szimpatikusabbá válik. A bajnokság szimpatikusabbá kell, hogy váljon, mert nivellálódik az egész történet. Tehát egy Újpest-Fradi nem arról fog szólni, ami a 90-es években szólt, hogy rendőrroham és a többi. Most meg különböző üzengetések a lelátón, hanem arról fog szólni, hogy ma április 16-án, 7-én az Újpest az esélyes. Ma 32-én a Ferencváros az esélyes. Ma egyik csapat sem játszik jól. Mert az egyik a 4., a másik az 5. helyen van, mert első a haladás, második az Eto. Én ezt szeretném egyszer látni, és majd úgy is beszélünk, ugye mondtad, hogy a bajnokság létszámáról, ezzel kapcsolatban is megvan a véleményem, de azt egy kicsit már előre szaladtam, bocs. De, és ha ezek után még eltörlik a bort, akkor az a teljes beteljesülés lesz. És visszaadja az egésznek az autentikus jellegét. Én láttalak téged futballozni, ugye egy a szabad ne legyen. Hát nagy ívű tervek vannak, viszont a Kisvárdától 4 gólt kapott az Újpest. Hát igen. Hát még nem indult el ez az építkezés. De nem, az építkezés az ott kezdődött, amikor megváltak a Vignyevicstől, és jött helyette a Géza. Vagy a tulajdonsváltásnál. De nem, mert tulajdonképpen ezt a Gézát, azt ugye még a belga tulajdonos. Vagy a kettő egybecseng. Igen. Igen, váltotta le. A Géza az NBA-ben szerintem nyugodtan talán az egyik, de lehet, hogy a legjobb motivátor. Mindig erős volt abban, hogy rengeteg fiatalt épített be a csapatba, jól nyújt hozzá a fiatalokhoz, elhitette velük, hogy nekik van keresnivalójuk, és ez mind-mind fontos volt. Viszont a játékos állomány nagyon-nagyon lukas, ezt látni kell. Tehát ebben a csapatban az, ahogy a múltkor kiesett mondjuk egy Keita a kiállítással, gyakorlatilag az 5 védős rendszerben játszik most az Újpest, a középsőt, a legszilárdabb támaszt vették ki. Hetek, hónapok óta sérült az Onovo, aki a középen a legerősebb szűrő. Most játszunk egy olyan Luka Makkal, akinek szerintem nem az NBA-ben volna helye, de talán még az NBA-2-ben sem a képessége alapján. Tehát az Újpestnek a szerkezete, a csapata, az borzasztóan hiányos. Rengeteg olyan poszt van, ahol nincs megfelelő mennyiségű és minőségű ember. Amikor bejön az új edző, Mésző Géza bejött az öltözőbe, ő el tudta hitetni a játékosokkal, hogy már pedig, hogyha itt mi mindent megteszünk, akkor ez jó. És egy kicsit talán el is becsülték az Újpestet az elején a csapatok. Mert hát az Újpest itt van 10-20 vereség után, és ők kapják a legtöbb gólt, majd valahogy majd félváról veszi, akkor is kiküldjük a mezeket, akkor is mi nyerünk. És most sikerült egy jó szériát húzni, és a másik fele szerintem, hogy valószínűleg az is benne van, hogy több játékos tudhatja, hogy itt azért a MOL érkezésével elég sok új játékos fog érkezni. Tehát már mehet az öltözőben, hogy tulajdonosváltás történt, kellünk, nem kellünk, mi lesz velünk? Igen, ez is benne van. Talán egy kicsit az is benne van, hogy most már biztos megvan a továbbjutás, tehát most már nem kell annyira oda tennem magam. Nagyon nehéz,
öltözői petykák mindig voltak és vannak. És ezek azt erősítik meg, hogy mentálisan nincs teljesen rendben a csapat. És ez lehet bármennyire jó motivátor, mint amennyire Mésző Géza az, nem biztos, hogy ő is minden ilyen gondon felül tud kerekedni. Lépésről lépésre kell építkezni, ezt említettétek, de hogyha mondjuk a játékos keretet nézzük, akkor hány játékost kell igazolni ahhoz, hogy ténylegesen majd az Újpest előrébb tudjon lépni, vagy ilyenkor lehet egyáltalán nagyon megbontani az egész csapatot, Balázs, mit gondolsz? Hát elsősorban úgy gondolom, hogy ha jól emlékszek, hirtelen elég sok játékosnak lejár a szerződés a nyáron, elég sok játékostól meg szeretnének válni, ami teljesen logikus, mert ahogy Imre is mondta az előbb, ez a játékos keret sajnos szinte nem alkalmas arra, amit az új tulajdonosi kör fel szeretne építeni itt a közeljövőben. Azért közeljövőben, mert én legalábbis úgy gondolom, hogy itt nem az a cél, hogy jövő szezonban belerakunk 15 millió eurót, televásároljuk a csapatot, és lesz, ami lesz, szerintem szépen komotosan szeretnének építkezni, és egy ilyen rövidebb, ilyen két éves távon belül akarják elérni azt a koncepciót, megtalálni azt a megfelelő edzőt, játékosokat, és akkor tudják majd ténylegesen felvenni a versenyt szerintem majd a Ferencvárossal így az első helyért, mert hogyha elkapkodják, és nagy kiadásokat csinálnak maguknak, amiben nem lesz teljesen nagy logika, szerintem akkor ez a projekt ez így nem lesz sikeres, legalábbis én úgy gondolom. Ebből kiindulva, így kicsit hosszadalmasabban, szerintem biztos fognak igazolni legalább 4-5 posztra, szerintem már van is olyan játékos, akiről elég sok mindenki hallott, hogy már megegyeztek nyárra. Most tudsz már te is valaki, ha viszont megviszont. Lehet, hogy elég csak a telefonja. Reaktiváltatom magamat. Nyáron még egy picit edzel, és akkor jó lesz. Ezért szerintem biztos fognak igazolni. Én úgy vagyok értesülő, hogy ők szeretnének jó minőségi, nem öreg magyar játékosokat is igazolni. Akkor ők nem szeretnének tényleg egy csak külföldi csapat lenni, hanem ők szeretnék követni azt a ilyen 60-40-70-30, szóval inkább magyarok, minőségi magyarok, akik te az motiváltat lesznek. Egyébként a szurkolóknak is az elvárásaival. Igen, és itt fontos a szurkolóknak is érteni azt, amit az előbb próbáltam hangsúlyozni, mert szerintem most az az elvárás, hogy all in, gyorsan. És itt jövőre mi bajnokok leszünk, költünk agyba főbe ilyen nevek, olyan nevek, de hogy szerintem nekik is egy kicsit majd türelmesnek kell lenni, mert én úgy látom legalábbis, ahogy én vagyok informálva, hogy ez egy jó projekt, ez egy szép projekt, aminek, ahogy itt már mindannyian mondtuk korábban, szüksége van a magyar NBA-nek, meg a magyar focinak teljesen. Csak egy kis időt kell adni szerintem az új tulajdonosnak, hogy beérjen a gyümölcse ennek az egésznek. A Fradi is. Egy dolgot hagyjak hozzá, hogy én nem csak játékosokról beszélnek, vagy nem elsősorban csak játékosokról beszélnek. Szerintem legalább ennyire fontos az, hogy ki lesz az edző, illetve mi lesz a stáb. És mit gondoltok, hogy Mésző Géza marad? Ez Totó. Egy X2. Az X-nél marad, a 2-nél marad, az 1-nél nem. Tehát nem tudom, szerintem mindannyian azt mondjuk, hogy igen, nem. Na most válasz. Hát én szerintem ezt meg kell találni a fejét ennek klubvezetésnek, és akkor nyilván nekik lesz a kompetenciája azt, hogy most eldöntsék, hogy a Gézával szeretnék ezt az egészet végigvinni. Az biztos, hogy erre az egészre az egyik legalkalmasabb ember a Mésző Géza volt, ismerte a közeget, nagyon jó motivátor, meg is találta velük a közös hangot, láttam, hogy preferálta a fiatal magyarokat, aminek azért meglett a gyümölcse, mert most 10 ponttal vannak ugye a bemaradás, a vonal fölött. Én azt mondom, már simán megvan nekik a bemaradás, hiába ez a 4-1-es blama, de ebből már nem zökkenti ki őket semmi. A célját elérte. Tehát az első lépcsőfok az volt, hogy maradjon bent az Újpest, és akkor arra lehet egy jövőre egy jó csapatot építeni. Egy mondatot nem tudtam befejezni. Azért a Ferencvárosra úgy lett 10-valahány évvel ezelőtt ilyen csapat idehaza, hogy hétfőről kedre. Tehát ez egy hosszú folyamat. Uh-huh. Hát ők MV2-ben ugye visszasorolták. Pontosan azt mondom, hogy MV2-ből jutottak el idáig. Nagy-nagy türelem kellett hozzá. Egy-két olyan ítélet, vagy döntés, nem ítélet, döntés, amellyel nem értett egyet egy csomó ember, de végül is lehet, hogy igazolta az egészet. Ez egy nagyon nehéz folyamat. Azért, mert a szurkolók rettentő módon akarják, holnap reggel már bajnokot akarnak csinálni ebből vagy abból a csapatból. Most nem az Újpestre gondolok. És ezt olyan vezetőséggel, olyan edzővel, olyan szakmai stábbal,
lábbal, olyan környezettel megcsinálni, amiből, amire majd később 4-5 év múlva lehet építeni egy olyan csapatot, amelyik igenis ott van, és meg akarja, és meg tudja nyerni a bajnokságot, vagy megnyerheti a bajnokságot. Ez egy hosszú, nagyon hosszú dolog. A MOL székházat se 2 nap alatt építették fel ott a 11. kerületben. És mégis nagyon sokan kritizálták, és most, amikor arra megyek, akkor rettentő módon élvezem, hogy ugrálnak le róla az emberek. Húha! Azt a mindenségét neki. Ezt azért nem vittem volna róla. Érdekes módon, amikor támaszkodóra neked rúgtak, akkor teljesen más mondtam. És hát beszéljünk egy picit a Kisvárdáról is, ugyanis már érintőlegesen felmerült a hétvégi mérkőzés. Mit gondoltok, hogy mennyire fog hiányozni majd az NB1-ből a Kisvárda együttese? Én tök őszintén mondom, nekem annyira nem. Tehát én egy picit ebbe is már valószínű öreg vagyok, és demagóg gondolkodásmódú, én is szeretnék látni Haladás Zalaegerszeg, Vasas Honvéd, illetve nagymúltú csapatoknak a küzdelmét, így van. És valóban megsüvegelendő, amit éveken keresztül ugye ott tettek a futballérés, és ugye értek el nagy sikereket, azt hiszem, hogy ezüstéremig jutottak az egyik bajnokságba, amit ugye a költségvetésük nem predesztinálta legfőképp rájuk, de igen, összeraktak egy olyan szakmai munkát, amivel elérték ezt az eredményt, de én szerintem hosszú távon nincsen létjogosultsága a Kisvárdának. Határmenti kisváros, és most nem is ezzel van probléma, nem gondolnám, hogy egy bázis. Bázisnak ott van a Nyíregyháza, aki most fel fog jutni, és garantálom, hogy az első mérkőzésen az új stadionban teltház lesz, és olyan hangulat, ami igenis egy futballközeg, mert a futballnak erről kell szóljon, mint Angliába kimész, és 45 ezeren tapsolnak, amikor egy rossz bedobást kiharcolsz. Tehát valahol szerintem a sport jellegét kéne erőltetni ebbe az egészbe. Mondom még egyszer, úgy, hogy mindent tiszteltem a Kisvárdai meg Révész úré, de én szerintem lesz ennél nívósabb csapat az NB1-be. Én maximálisan egyetértek. Nekem ott játszanak játékosaim. Imádom, szeretem őket, mindig mondom, de Budapestről egy Várda hazai meccsre utazni, nekem se a legkellemesebb. Hát egy 2 napos túr. Egy gyorsabb elrepülni Londonba egy meccsre, meg vissza, mint Kisvárdára oda. De ettől függetlenül tényleg, ahogy Ati is mondta, szépségreket értek el, ugye az ezüstérem, akkor a selejtezőben is elég jól szerepeltek, ugye nem estek ki rögtön ugye az első selejtezőkörben. De ettől függetlenül maximálisan egyetértek, és futball szimpátia szurkoló szempontból a magyar focinak jobbat tesz az, hogyha lesz egy Nyíregyháza, lenne egy Győr, visszajutna egy Vasas, egy Honvéd, egy Szeged, nagy múltú tényleg klubok. De ez az is szükség lenne, hogyha ezek a csapatok ugye feljutnának, akkor juthatna fel az összes csapat, hogyha mondjuk 16 csapatos lenne a bajnokság elsősorban, második sorban pedig, hogy azok az emberek, akik ott laknak azok a városokban, újra kezdjenek el végre a foci meccsre járni, és nem a tévé előtt szotyizva nézni, ami érthető, hogy sajnos már nem olyan a modern foci, mint a régi foci, lehet, hogy nem annyira izgalmas valakinek, a régebbi korosztálynak, de ettől függetlenül, hogyha szerintem az emberek újra elkezdenének minél többen meccsre járni, akkor még lehet, hogy a csapatok is jobban játszanának egyébként. Többé-kevésbé egyetértek az előttem szólókkal. De azonban ott van. Tehát nekem nem egyszer voltam Kisvárdán, nem egyszer voltam Mezőköves, de Mezőköves könnyen megközelíteni, mert az M3-astól 3 kilométerre ott van a stadion, az egy dolog, és 56 kilométert kell menni az M3-astól Kisvárdára. Nem azt mondom, hogy nosztalgiával tekintek az útra, de jól éreztem magam, örültem neki, hogy az a csapat ott van. Nagyon sajnáltam őket az őszi fertőzött talajért, mert a játékos állomány az mindenféleképpen olyan volt, ami esetlegesen jobb esetleg, mint az Újpesté. Rá is bólintasz. Többé-kevésbé. Abszolút. Ergo, ez nem volt egy rossz játékos állomány. Ergo lehet, hogyha nem kell 8 vagy 9 meccset idegenben játszaniuk, senkinek eszébe nem jut, hogy Kisvárda kiesik. Én nem azt mondtam, félért is ne essék, én is, főleg a pályán kivívott teljesítmény, az szent, és igen, ők feljutottak az NB2-ből, lépcsőzetesen építkeztek, és eljutottak, azt gondolom, a Zenitig, amikor egy ezős térmet... És eljutunk odáig, hogy én azt mondom, hogy legyen húscsapatos az NB1. Lehet, hogy adás végére az is kiderül. Kösz jól, akik meg a káposzta is megmaradnak húscsapattal, abban mindenki belefér. Maradunk még ebédig bármikor.
Menjünk is tovább egy érdekes témával, ugyanis a Ria Foci Instagram oldalán található egy kép, amelyen a következő 80 év NB1-es bajnokainak címerei láthatóak. Az oldal a mesterséges intelligenciát hívta segítségül, és eszerint 2026-ban a Paks fogja megtörni a Ferencváros egyeduralmát, de 2040-ig a DVTK, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia, az Újpest, a Honvéd, a Zete és az Eto is ünnepelhet majd. 2058-ban, majd 74-ben a Szeged, az új évszázad első két évében pedig a Veszprém és a Kozár Michelin lesz a dobogók tetején. Hát nagy a szórás, ugye ez a mesterséges intelligencia által kreált bajnoki cím, és hát az előző témához is csatlakozva az Újpest is ott van. Majd egyszer. Nagyon jó dolog a mesterséges intelligencia. Nálunk a rádióban minden kedden reggel foglalkozunk mesterséges intelligenciával, és nekem is volt szerencsém tesztelni, és kiderült, hogy én egy nagyon népszerű népdalénekes nő vagyok. Tehát azért kellő... Ne nézz rá, ne, Isten őriz! Tehát, hogy a mesterséges intelligencia sok dologra tud exakt választ adni, de sokkal többre nem. Tehát játéknak is szerintem jó volt, hogy mennyire érdemes ezt komolyan venni, hát arra inkább azt mondom, hogy szerintem semennyire. Már mondom is, hogy miket vett a program figyelembe. A jelenlegi erős sorrendet, a klubok városainak nagyságát és az eddigi bajnoki címek számát. Ez azért egy picit egybecseng azokkal a dolgokkal is, amiket mondhatok, hogy a kluboknak a tradíciója, a városoknak a létszáma, illetve az, hogy nagymúltú csapatok. De akkor a Vasas miért maradt ki, az MTK miért maradt ki ebből a szórásból? Kozár Michelin csak. Kozár Michelin, azért itt nagy a szórás. 2102-re a Kozár Michelinre Pécsről átkötözik egy 60 ezer ember, és akkor úgy annyira felfejlődik bázissá, hogy bajnok lesz. Én is azt gondolom, hogy sok mindenre jó. Ha mondjuk ez tényleg így van, akkor viszont szólj, mert nagy pénzeket fogok rakni ezekre a csapatokra. Már előre. Az a baj ezzel, hogy most nem... Már jövőre kidrőlt. Jövőre a Paks nyer, akkor a következő... Nem, 2026-ban nyer a Paks. Bocsánat. Akkor töri meg a Fradinak az egyeduralmát. Megmondom őszintén, én azért beszéltek erről, mert nem szeretem a Paksot, játszottam ott szívügyem. Én nem gondolom, hogy a Paks fogja megtörni a Fradinak az egyeduralmát, hanem valamelyik nagyobb múlt, igen, akár 3 év múlva az Újpest. Abba én nagyobb rációt látok. Szerinted tehát, meddig tarthat a Paksnak ez a jó szériája? Mármint hány bajnokságon keresztül? Én azt gondolom, hogy ez amíg a fő letéteményes ez nálam Haraszti Zsolt, és amit ő ott az egészet képviseli, ahogy tevékenykedik, az majdnem, hogy azt mondom, garancia a sikerre, mert ismeri a várost, a közeget, a mindent ismer ott, és ezáltal létrehozott egy olyan kis milliót, ami működik most már ugye 2006 évtizedek óta, és látjuk, hogy nem pengeélen táncolnak, hogy kiesés, hanem igenis dobogóért, aranyéremért harcolnak, egyszer már ugye voltak másodikok, úgyhogy azért kupadöntőt játszottak, szóval lineáris nagyon a fejlődés, de mondom még egyszer, én azt gondolom, hogy valami nagyobb csapat fogja a Fradinak az egyeduralmát megtörni, mert most ez a mesterséges intelligencia aranyos dolog, de ő nem megy be az öltözőbe, nem beszél a helyi emberekkel, nem tudja, hogy melyik tulajdonos holnap hogy fog felkelni, hogy lép ki egy-egy város vagy csapat mögül, úgyhogy azért nem gondolom, hogy ennyire beszélget a intelligencia a vezetőkkel, a szertárosokkal, szóval azért sok mindent kell vizsgálni, de ha mondom tényleg így a Michelin így felfejlődik, akkor ott még amúgy érdemes telket is venni, mert akkor az jó befektetés. De most érdemes. Én néztem a Ria Focin, pont el is mentettem screenshotba, mondtam a idősebb kislányomnak, átküldtem neki is iCloud-ba, iPad-en, hogy tartsa meg, hát ha majd, hogyha már nem mi élek, de a Veszprém tényleg a bajnokságért fog harcolni, akkor jussak eszébe, de nem hiszem, hogy egyébként reálisnak tűnik, mert ott van azt hiszem egy pár olyan év, amikor így zsinorol például a DVTK kétszer vagy háromszor bajnok. Ami hát azért annak van realitása. Van tömegbázis. Hát tömegbázis van, de nem a bázis futballozik. Most hát, ezért... Én hiszek abban. Az Újpesten is van. Abszolút. Mindenhol van. Egy kivétel egy pár csapat ebből az NB1-ből, de én úgy gondolom, hogy még egy-két évig a Ferencváros fog itt uralkodni. Rövid. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy 2026-ig mondjuk reálisnak tűnhet, hogy a Fradi egyeduralkodó? Mert van egy pár olyan csapat, ahogy ugye legalábbis amennyire én tudom, akiknek vannak nagy ambíciói, és
jó koncepciói tényleg ilyen európai módon próbálnak majd építkezni a következő pár évben, és az a cél, hogy ugye a bajnoki címért ugye harcoljanak, most nem mondom, hogy melyik csapatok, de magyar NB1-es csapatok egyébként. Balázs lehet, hihetetlen. Hogy többet tud, mint mi, de most lehet, nem akarja elárulni. Lehet, a mesterséges intelligenciát. Pont ezt akartam mondani. Hogy ő irányítja. Azt mondom, hogy betáplálta az adatokat. Ezért lesznek szerintem olyan csapatok, szerintem az Újpest is, azért mondom ki az Újpestet, már róla már beszéltük, a többi csapatot azt nem, de szerintem egy 2-3 csapat lesz olyan, aki megpróbálja felvenni a versenyt a Ferencvárossal. Nem pénzügyi, nem rendelkeznek, és nem is szerintem fognak sajnos olyan pénzügyi háttérrel rendelkezni, mint a Ferencváros. Leverkusen sem rendelkezik olyan, mint a Bayern München. Persze, de koncepcióban, sok szakmai vezetés, egy pár csapatnál van olyan, szerintem, de most, aki ezt meg tudja valósítani az elmúlt, a következő 2-3 évben. Én játéknak tekintem az egészet, és ezzel le is zárom, azt hiszem, az egészet. Tudunk róla beszélgetni, slusszpassz. És 2057-ben utána néztem, a Fradi megnyeri a BA-t. Azt is prognosztizáltam. Akkor ezt lehet, hogy a föntről fogom nézni, sőt, biztos. Remélem, nem alulról. Mikor juthat egyáltalán vissza az NB1-be mondjuk az Eto, Vasas? Hát valamelyik idén, én azt gondolom. Hát most ugye a Vasas van ugye a lépéselőnyben, a Gera Zoltán érkezésével azt gondolom kapott egy olyan szakmai nyugalmat, olyan, ugye a Zoli eleve a személyiségével nekem ilyen nyugalmat áraszt, és nyilván nem is kell mögé nézni, amiket ő elért. Nyilván az megint egy másik kérdés, edzőként, játékosként lehet, hogy nem fedi egymást a kettő, de úgy néz ki, hogy fedi, mert jelen pillanatban feljutó helyen vannak. A Győr meg, én azt gondolom, hogy nem meggyőző egyelőre Szergej Kuznyecovval, úgyhogy én a Vasast mondanám idén mindenképpen. Számomra az az érdekes, hogy ugye amikor Gera Zoli oda került a Vasashoz, akkor mindenhonnan azt hallottad, hogy az új csapatokkal mindig megbukott, és soha nem ért el semmi eredményt. És egy picit én is Tamáshoz fogadtam. És hétről hétre koncepciózusabb a Vasas, amit én látok. Akár hiszitek, akár nem, én nézem az MB2-t is. Minden tiszteletem a tiéd. De nem. Én nem nagyon nézek külföldi bajnokságokat. Elsősorban azért, mert én nekem ez a futball. Ez a még akkor is, hogyha például van kézilabdás barátom, kiváló edző, fantasztikusan jó edző, kérdezem, mondom, nézted a Veszprém Szegedet? Azt mondja, két külföldi csapatot nem nézem. Én akkor is megnézem ezeket a csapatokat, mert mindig látok benne egy-két olyan magyar teljesítményt, amire azt mondom, hogy na ebből még lehet valami, most nem Lisztesre gondolok, hanem valaki mindig nyújt olyat, hogy ez lehet, hogy közelebb kerül majd a válogatotthoz, lehet, hogy el tud majd menni egy jobb bajnokságba. Nézzük meg a magyar válogatott. Ahogy ezek a fiatalok elkezdtek fejlődni, ugye ez 10-12 év, tehát amíg 10 éves emberből lesz egy igazán használható NB1-es játékos, az minimálisan 10 év. Nagyon ritka, hogy 16 évesen ugye már bekerül valaki egy Real Madridba például. De én nagy élvezettel figyelem azt, hogy jönnek előrébb ezek a fiatal játékosok. És egy 10 éven belül szerintem eljuthatunk, feltételes mód, hogy a Ferencvárosban is 60-40 lesz a magyar játékosok aránya. Legalábbis szeretném. Szép ideológia. Ebből értem. Legyen így. Mert nem hiszel benne? Nem látom. Nem látom. A mostani koncepció alapján nem látom, hogy ezt előrevetítené bármi. Én is nagyon magyar futball függő vagyok, és én sem nézek meg egy, bármilyen most pont a Liverpool meccset megnéztem, de nem szeretem. Nem azt, hogy nem szeretem a külföldi focit, nem érdekel, mert ez a miénk, és én tök szívesen kimegyek egy MB2-es, MB3-as meccsre, ahol vannak ismerősök, ami a miénk. Lehet, hogy egy picit még savanyúbb, mint az a külföldi, de az mégis a miénk, úgyhogy én is magyar futball függő vagyok. Na és hát akkor a magyar futballal folytatjuk az adásunkat, erről is többször volt már érintőlegesen szó, és az előző adásunkban pedig nagy vita kerekedett abból, hogy hány csapatos NB1 lenne az ideális a magyar futball szempontjából. Múlt héten elhangoztak érvek és ellenérvek is a mostani 12 csapatos bajnoksága, 12 csapatos rájátszásos liga és a 16 szereplős első osztály kapcsán is. Hát fussunk még egy kört ezzel kapcsolatban. Nektek mi a véleményetek, hogy milyennek is kellene lennie az OTP Bankliga verseny kiírásának? Egyértelmű. Ki kezdi? Egyértelmű. Te mindenki rám néz, tehát akkor érkezem. Én a 16 mellett szavazok. Miért? Igazából nem tudom. Pontosabban már elmondtam. Pécs, Szombathely, Győr, Szeged, Békéscsaba. Ennyi.
ennyi. Bejönnének azok a csapatok, amelyekre én úgy emlékszem, hogy hű, a fene egye meg. Nem voltam drága édesapámmal még egy Pécs-Fradi meccsen, vagy Tatabánya-Fradi meccsen, bányásznapon. Na azt szeretném, ha egyszer látnátok úgy élőben. Mert az aztán mindennek a teteje volt. 22 ezer fekete kabátos bányász üvöltött, de valami iszonyatos hangulat volt a stadionban, és amikor hosszú-hosszú esztendőkkel később közvetíthettem egy Tatabánya Újpest meccset. Már nem volt egy pár ilyen. De ez 10 éven belül volt, 12 éven belül volt. Kupamérkőzés volt legjobb négy között? Visszajött, köszönöm szépen, itt a társaság lexikona. Hívjuk ezentúl Révainak, jó? De nagy lexikonnak. És visszajött az a hangulat, amit a gyerekkoromban élveztem. És nagyon jó volt, hogy úgy szitták a bírót, ahogy előtte szitták, ugyanazok az emberek, mert még az arc az megmaradt természetesen, csak éppen 25 évvel idősebben. Tehát nekem az hiányzik, hogy ezek a nagyvárosok, magyarországi viszonylatban nagyvárosok, tudjanak, nem mire kimondom, addigra vége az NB1-nek, szóval képesek legyenek eltartani egy csapatot, és mi több, nézőközönséggel, szurkolókkal idézőjelben ellátni. Na, az lenne az igazi. Tehát én azért vagyok az, hogy 16 csapat, és még itt az adás előtt még beszélgettünk arról, hogy én azt mondtam, hogy 16 csapat, ugye az 30 mérkőzés, első 8, második 8, egyenes kiesés a rendszerrel menjünk el a döntőig. Egyenes kieséssel legyen meg a kiesés. Csak egy pici fejjel legyen az egész történetek. Ez persze ugyanolyan fantázia, fantazmagória, mint a mesterséges intelligencia. Ki melyik lebonyolítási mód mellett teszi le a voksát? Nekem az a problémám, hogy arról beszélgetünk folyamatosan, hogy mennyire jobb lenne, hogyha több magyar fiatal kapna szerepet. Jelen pillanatban a 12 csapatos bajnokságban annyira kérezett, nyersz vagy veszítesz 2-3 meccset, és dobogon találod magad, vagy kieső helyen. Egy ilyen szituációban nem mernek a szakvezetők kockáztatni, hisz egy fiatalnak a teljesítményében benne van a nagy kilengés, akár pro, akár kontra. Ha mi azt szeretnénk valóban, hogy több magyar fiatal kapjon szerepet, akkor szerintem a 12 csapatos NB1 az ebbe hátráltatja ezt a rendszert. Ez az egyik fele. A másik az, amit itt kiváló kollega is elmondta, hogy valóban... Mondta nyugodtan, hogy Doáján, nem gond. Tudomásul veszem. Te közvetítéseidet nőttem fel, úgyhogy köszönöm. Látszik szépen. Is. Igen. Szóval, hogy igen, hiányoznak a nagycsapatok, hiányoznak a nagyvárosok, hiányzik az a szenvedély, ami ezzel körbe tudja lengeni a futballt. Olyan jól lenne elfelejteni azt, hogy minden a pénzről szól. És azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne mindenkinek. Szerinted most minden a pénzről szól? Miért nem? Most igen. Miért nem? De. 90%-ban de. Hát, hogyha megnézed, hogy ki jutott be a bajnok, aki legjobb 8 csapata közé, abból minden 8 ott van a legjobb 15-ben. Tehát, hogy nincs kakuk tojás. Régen volt még mondjuk, hogy egy Bukarest, vagy egy Prága, vagy nem tudom, Belgrád be Monaco, tudott jutni Porto. Mondjuk. Hogy Monaco, Porto. Monaco, igen. Hogy be tudtak jutni, mondjuk oda tudtak jutni, mondjuk akár 4-ig, vagy döntőig. Ma már ilyen? Hát szinte kizárt. Hát akkor miről szól, ha nem a pénzről? 2025-26-ig marad egyébként a 12 csapat, és Csányi Sándor azt nyilatkozta, hogy a 16-ot is el tudja képzelni, de ennek anyagi korlátja is lehet, ha már a pénzről van szó. Mit gondoltok? Hát az, hogy valahol értem, mert hogyha 16 csapatot kell eltartani a magyar közegnek, nagyvállalatoknak, önkormányzatoknak, és meg lehetne sorolni ki mindenki, aki ebbe be tud szállni, akkor értem, hogy nem biztos, hogy lesz annyi. És akkor lesznek, akik jobban támogatottak pénzügyek, és lesznek, akik kevesebbet. Itt talán mondhatni, hogy nehézebb igazságot tenni, hát értem Csányi úréknak is a szándékát, vagy vélem értem Csányi úréknak is a szándékát. Ezzel együtt még mindig azt gondolom, hogy többet veszítünk vele, mint amennyit nyerünk. Uh-huh. Én személy szerint én a 16 csapatos bajnokságba szocializálódtam, és gyakorlatilag egész végig, én azt hiszem a 12 csapatosban már nem szerepeltem NB1-be. Szerintem az egy jó rendszer volt, kicsit igen állandóbb volt, és tényleg nem volt az, hogyha kétszer kikaptál, akkor már tekingettél a kieső zónába, ha megnyerték kettőt, akkor már ott találtad magad a dobogón. Volt egy olyan körülbelül belőhető középpozíció, vagy akár felsőház, amiben tudták kalkulálni. Itt meg
ránk gyakorlatilag a Fradin kívül mindenki számol. Tehát most úgy mondja, hogy tavaly a Kecskemét kifutotta, és második lett, most meg nem mondom, hogy a kiesés ellen küzd, de azért benne van egy rosszabb periódus, hogy mondjuk 2-3 meccsig kikapnak, aztán vakarózás van. Nyilván nem most, mert már szerintem a két kieső megvan, de mondjuk idén közben akár az is szóba kerülhetett volna. Úgyhogy valóban ez a fiatal játékosok kárára megy, mert nem fognak annyit kockáztatni a vezetők, mivel kell a támogatás, meg bent kell maradni, nyilván mindenki bent szeretne maradni, és ennek egy-egy vezető ugye beáldozza azt, hogy igen, akkor most annyira nem preferáljuk a fiatalokat. És mondjuk a fiatal szabály? Hát a fiatal szabály az ugye egy támogatás. Imre nagyon mosolyog. Igen, mert hogy a fiatal szabálya. Igen, tehát van egy szándék. Az adható. Igen. Viszont ha meg azt nézed, hogy mondjuk az NB1-es csapat mekkora pénzt kap az MLS-től, az, hogy az NB1-ben játszik, a jogdíjakból és minden másból, szponzorpénzekből, akkor ahhoz képest pedig, és mondjuk mennyit kapna az NB2-ben, tehát a kettő között több 100 millió forint különbség van, akkor ahhoz képest a fiatal szabály által megnyerhető összeg az ennek a töredéke. És akkor értem, hogy több csapat elengedi, mert azt mondja, hogy inkább maradok az NB1-ben, és nem játszhatom annyit a fiatalokat, vagy akkor játszhatom a fiatalokat, és bezsebelem azt, hiszen akkor megkockáztatom azt esetleg, hogy kiesünk. Uh-huh. Balázs, neked több játékosod is játszik a régióban is akár. A mai játékosok melyik lebonyolítási rendszer szeretik a legjobban? Mik a tapasztalatok? Hát, ez egy nagyon összetett kérdés, mert nekem nagyon sok, fogalmazunk úgy, középkorú játékosom is van, idősebb játékosom és fiatal játékosaim is vannak, akik 16, 17, 18, 19 évesek, akik szerintem tudnának futballozni minél többet ugye NB1-ben, de ez ugye valahogy hátráltatja, hogy itt már elhangzott előttem, és a 12 csapatos ugye a bajnokság, félnek a kieséstől, ha már kimaxoltuk ezt a fiatal percet, akkor utána már a fiatal ne játszon, akkor most már megint az idős, hát ha még egy pár pontot így gyorsabban tudunk gyűjteni. Én is a 16 csapatos bajnokságra szavaznék, hogyha már így szavaztunk mind a négyen. De ez egy olyan téma, szerintem órákat tudnánk beszélni, mert itt a magyar futballról, ki hogy szponzorál két, az állam, a kormány, az MLS, ez, az. Annyit viszont be kell látni sajnos, hogy külföldi befektetőt ide bevonzolni, az szinte nagyjából lehetetlen lesz, mert ugye nem tud majd miből profitálni, max abból, hogyha valami outside biznisze is lenne ugye a focin kívül, amivel ugye ide jönne Magyarországra, ezt most csak azért mondom, mert például egy ilyen ember tudná úgy finanszírozni a csapatot, akinek nem kéne azt néznie, hogy akkor most tévéközvetítés, mennyit kapok fiatal az MLS-től, fiatal, nem fiatal, hanem egy európai koncepciót fel tudna építeni, hogyha rendelkezik azzal a pénzügyi háttérrel, ami neki ez megengedett, ami szerintem egyébként jót tenne a bajnokságnak, hogyha lenne egy ilyen befektető, aki átvenné valamelyik magyar klubot, nagy múltú, remélhetőleg magyar klubot, azt szerintem mindenkinek jót tenne, csak ugye ezek a modern milliárdosok általában okos emberek szoktak lenni, és ahogy az előbb említettem, ugye ő ebből nem nagyon tud majd profitálni, szóval, mert szó volt itt a múlt héten, itt már eltértünk teljesen a kérdésről, arról, hogy a Honvéd iránt érdeklődik ilyen külföldi befektető, az utána a klub iránt érdeklődik ilyen befektető, az Újpestről is volt szó, amerikai, orosz, arab, ilyen, olyan, amolyan, de amint ugye itt látjuk... Fradit is majdnem megvették a Bittek 20 évvel ezelőtt. Hogyha 16 csapat lenne, jó lenne, hogyha lenne egy külföldi befektető, még jobb lenne, hogyha fiatalok többet játszanának, az még jobb lenne, ezért itt nehéz találni egy olyan modellt ebben az egészben, ami tényleg jó lenne mondjuk a csapatoknak is, a szurkolóknak is, a szövetségnek is, az MLS-nek is, meg a klub tulajdonosoknak is. Ezért itt a sok intelligens úriembernek össze kéne ülnie így csoportosan, és szerintem ezt egy kicsit jobban átbeszélni. Nekem egy dolog jutott még eszembe, azért ismerve a magyar közeget, hogy még változunk pozitív irányba, de még szerintem még mindig nem vagyunk abban a nagyon pozitív közegben, ami felé szeretnénk tartani. Ide jönne egy arab sejk most, és azt mondaná, hogy én most Honvédot most én felfuttatom. Én nem vagyok benne biztos, hogy azt olyan feltétel nélkül fogadnák ott, mint befektetőt, és azt mondja, igen, akkor ez, mert akkor az megint kicsavarták a kezünkből, megint már nem a miénk. Pro és kontra nemzetközileg is vannak példák. Németországban szinte nincsenek külföldi tulajdonosok,
mert hogy ott az a közeg nem fogadja el. Angliában meg Big Welcome van. Igen. Mindig, hogyha amikor itt Tihát stadion lenne itt a Bozsik helyett, nem tudom. Az olyan... Hát, hogyha van alatt a palagáz, akkor bármikor jöhet. Igen, szóval nem tudom, szerintem annyira nem lenne befogadó ez a magyar közeg, és amúgy szerintem hagyjuk is meg a magyar embereknek, meg a magyar milliárdosoknak, vagy a magyar közegnek ezt az egészet, mert most nem tudom, én, ez a miénk, maradjon meg nekünk. Mint a kis citrom. Igen, savanyú, de a miénk. És hogyha a kiesők számát nézzük, egy kieső, két kieső? Én a kettőre szavaznék, mert az egy kieső így az MB2-ben nagyjából egy feljutó lenne. Szerintem... Hát és egy osztályozó. Meg osztályozó, de nagyjából az osztályozó is szerintem olyan, hogy nagyon fel kéne kötniük a gatyákat az MB2-es csapatoknak, mert tegyük fel, mondjuk egy Kisvárda is most osztályozót játszana, ugye egy MB2-es csapatot. Most minden tiszteltem a Győré, meg Kuznyecové, meg mindenkiért, de szerintem a Kisvárda minimum 3 gólra venné ezt a Győrt, jelen álláspont szerint. Ezért ugye osztályozóból kiindulva, nem ugyanazok a feltételek, persze, hiszen nem, az MB2-ben nincsenek külföldi játékosok, tehát eleve nem tudsz egy olyan csapatot építeni, olyan erősségű csapatot. Ugyanaz, mivel hogy teljesen más a pénzelosztás az MB1-ben és az MB2-ben, ezért nincs is arra lehetőséget pénzügyileg sem, persze, hogy mondjuk egy olyan erős csapatot, olyan erős játékos állományt, olyan erős klubot építsél, mint ami az MB1-ben van. Igen, csak alanyi jogon feljutsz, mondjuk elérsz egy olyan pozíciót, hogy egy bajnokságon keresztül szerzel 70 pontot, és mondjuk a második helyre odaérsz, és akkor még jön egy kiki meccs, ahol az egész évet dobhatod a kukába gyakorlatilag, hogyha mondjuk a 10. percben a belső védőt fölrúgja a 11-es kiállítás, és elment az egész éves meló. Vagy megnézi a VAR-t, és ad egy piros lapot. Én se kampányoltam, bocsánat, én se az osztályozom mellett kampányoltam, földobtam itt lehetőséget, hogy beszéljünk arról is. Két kieső, két feljutó. Egyértelmű. A legbölcsebb ember megmondtam. A végén majd fizetek. Jó? Majd egy kávét. És hogyha azt nézzük, hogy abban ugye egyetértés volt, hogy 16 csapatos legyen az NB1, ez milyen hatással lenne az NB2-re? Hát, hogyha két feljutó van, akkor igazából nem mondom azt, hogy túlzottan nagy hatással lenne, de minek utána ugye föllépne most 4 másik csapat, az mondjuk az NB2-ből, teszem azt, 4 másik csapat, alacsonyabb, kisebb létszámú helységekből jönnének a csapatok, jönnének a játékosok. Kozár Misleny. Ugye most nem az ötödik lenne, hanem mondjuk az első már az MB2-ben, csak ez a leggyorsabb példa. Ott a kisrácok már rögtön elkezdenének mozgolódni, hiszen a Misleny az első helyért játszik az MB2-ben. Mondjuk 82 gyerek elkezd emiatt futballozni. És minden tisztelem a Misleny-ig, kell egy Misleny az NB1-ben? Én ezt nem mondtam. Nem ezt mondtam. Itt szerintem ez a háttérországnak a kérdése, hogy onnantól hogy fogjuk tudni feltölteni, akár NB3-ból is ki az a csapat, aki méltó arra, hogy az NB2-ben megállja a helyét, és küzdjön akár... Van ott egy pár Veszprém, Békés Csaba, azért ezeket biztos Tatabánya, nem? Jó, és akkor menjünk még lejjebb, akkor NB3-ba, az ott a megyéből hogy fogod föltölteni, szóval... Nekem Varna Barnabás az alap példám. Miért nem is vettük észre 15 éven keresztül, hogy mekkora játékos lehet belőle? Vagy lehetett, még nagyobb játékos lehetett volna belőle? Tegyük fel ezt az edzői stábnak, ezt a kérdést. Költői kérdés, bár a rímekhez nem nagyon értek. Már próbálkoztam vele, de nagyon gyenge volt az is. Tehát azért nézzük már meg, hogy hány gyerek mehetett el úgy, hogy éppen csenevész volt 13 éves korában, majd 15 éves korában lett egy bivajerős, jó kondicionál gyerek, de már nem jutott ott oda, mert leírták. És elmehetett az osztrák harmadik ligába játszani, ahol egyszer csak táltosként elkezdett szögdécselni és gólokat rúgni, és jöhetett át Magyarországra. Én itt is keresem ám ennek az egésznek az origóját, hogy hol vesznek el azok a tehetségek, akikre azt mondtuk 10 évvel ezelőtt, hogy megváltja a magyar futballt. Játszik a Vasasban is olyan, játszott Szombathelyen, és ugye emlékszünk rá. És nem lett belőle semmi, de vajon miért? Hány de hány játékos futballban és más sportágokban is veszett el, azért, mert nem találtuk meg azt az edzői közeget, vagy azt a közeget, amiből táplálkozhatott volna. Tehát az alapközegen is nagyon sok minden, a felfogáson is kellene sokat változtatni. Most úgy néz ki, mint hogy a rettentő módon okosakat mondani, pedig nem.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ennyi fért a mai hétközi fordulóba. A végén még felhívnám a figyelmet a jövő keddi Futball Fórum Hungary 2024 rendezvényre, ami a Groupama Arénában lesz, ahol a futballvilág vezető szakemberei találkoznak majd a közönséggel, és sok érdekes előadást lehet majd megtekinteni. Addig is iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a Twitteren is, és kommenteljétek a tartalmainkat. Sziasztok!